Az utolsó előtti lépést a füzesabony ellen tehette meg a bajnoki cím felé vezető úton az MMTK. A mérkőzésen szinte végig fejfej mellett haladt a két csapat, az első félidő 15-14-es hazai vezetéssel zárult. A második játék részben átvette a vezetést a vendégcsapat, 3 gólos előnyüknél úgy tűnt, hogy visszavágnak a Máté Szalkának az ősszel elszenvedett hazai vereségért. Vakarcs Krisztina együttese azonban újítani tudott, és izgalmas hajrát követően 32-31-re megnyerte a találkozót. Nagyon örülünk elsősorban, nagyon nehéz volt. Azt gondolom, hogy a védekezésünk egy picit felpuhult, nem értünk vissza a lerohanásoknál, de azt gondolom, hogy mindent megtettünk a győzelem érdekében. A vendégek edzője érthetően sajnálta, hogy elszalasztották a pontszerzést a bajnok esélyes otthonában. Szeretnék gratulálni a Máté Szalkának az első helyezésért, mert ugye tudjuk, hogy ezzel már minden bizonnyal elsők lettek. Azt gondolom, hogy végig kézben tudtuk tartani a mérkőzést. Nagyon készültünk erre a meccsre, nagyon-nagyon nyerni akarunk, azt gondolom, hogy ezzel nem árulok el titkot. Azt gondoltam, hogy ha más nem, akkor mi meg tudjuk fogni a Máté Szalkát, de sajnos nem jött össze. Itt Máté Szalkán hazai környezet, hazai szurkolók előtt nagyon-nagyon nehéz nyerni. A mérkőzésen 4 gólig jutó Móri Katalin szerint a szurkolók támogatása is kellett ahhoz, hogy a kiélezett végjátékban megszerezzék a győzelmet. Nagyon küzdelmes meccs volt, erre is számítottunk, hiszen ugye a bajnoki első helyezés függött ettől a mérkőzéstől. Egy nagyon jól felkészült csapat találtunk szembe, erre is számítottunk. Én úgy gondolom, hogy nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, és nem ez volt a legjobb meccsünk ebben a szezonban, de mindenki igyekezett oda tenni magát, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is, annak ellenére, hogy nem mondanám, hogy olyan fair volt ez a játékvezetés oda-vissza, tehát én úgy gondolom, hogy két ilyen jól felkészült csapathoz, jól felkészült bírók is kell lennének. Ez sajnos a mai nap elmaradt, de köszönjük szépen mind az ellenfélnek, mind a játékvezetőknek, és elsősorban a szurkolóknak, hogy hozzásegítettek minket ehhez a győzelemhez is, ugyanúgy, ahogy elkísérnek minket a szezonban minden egyes mérkőzésre. A tabella élén a Máté Szalka áll 34 ponttal, megelőzve a 29 pontos Hajdúböszörményt és a 26 pontos Füzesabonyt. Az MMTK szombaton 16 órai kezdettel a Hajdúböszörményt fogadja, és győzelme esetén matematikailag is bebiztosítja a bajnoki címet Vakarcs Krisztina együttese.